Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy olyan cicás szerelmi jóslás. A cica kártyákat a férjem készítette, ez volt az ő ötlete, és ez az üzenet most. Wann kommt endlich? Magyarul. Mikor jön végre ő? Mikor látogat meg téged? Mikor közeledik hozzád? Tehát te kicsit szomorú vagy, vagy az is lehet, hogy sírsz. Amit én érzek ennél a jóslásnál, hogy ő akarattal várakoztat téged. Hogy legyenek ezek a gondolatok, mikor jön hozzám, és hogy mikor jön hozzád, megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a horgony. Ez jelentheti a biztonság érzetét is, hogy ő úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. De a viselkedése hol ilyen, hol olyan. Hol nyitott, hol zárkózott, hol nyitott, hol zárkózott. De itt van a ház, ami jelentheti a te otthonodat, és ki akarja nyitni az ajtódat, tehát kopogtat nálad, ami azt jelenti, hogy jönni fog hozzád. És itt van az erő. Legyen meg ez a hited, ez a belső erőt, hogy igen, ő majd magától fog jönni. A horgony jelentheti a munkát, vagy a hivatást is. Lehet, hogy ő munkát változtat, lezár valamit, de egy időben kinyílik egy új ajtó, és szeretne valamit kiépíteni. A medve jelentheti az ő élet erejét, hogy odafekteti bele az erejét, vagy lehet a főnöke is, előfordulhat, hogy problémája volt a főnökével, ezért lezárja itt a munkát, lesz egy munkahelyi változás. Itt a halak jelentik az anyagiakat. Lehet, hogy többet akar keresni, ezért lesz a munkahelyi változás. Az is lehet, hogy pénzt fektet a házba vagy a lakásba, ez lehet egy vásárlás, vagy lehet, hogy valamit változtat az otthonában, és kiépít valamit, vagy lesz új bútorzat, tehát pénzt fektet az otthonba. De a halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és itt kinyílik az ajtó, mert ott kopogtat, jönni fog hozzád. Itt a férfi látható, tehát ő áll a középpontban, majd ő hoz döntéseket, ő irányítja a dolgokat, előtte a virágcsokor, azt jelentheti, hogy elégedett magával, ügyel a külsejére, de azt is jelentheti, hogy így gondol rád, hogy szép, nőies vagy, közeledik hozzád, és a virágcsokor lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is. És itt van a nyilvánosság, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy ő jelenik meg a nyilvánosságon, és elvárja másoktól is azt, hogy felnézzenek rá. Itt lesz majd csevegés, beszélgetés, találkozás, valamit közösen fogtok tervezni. És itt a szív utal a szerelemre, bízhatsz abban, hogy ez a férfi szeret téged, szerelmes beléd, most visszahúzódó, várakoztat, de vannak tervei, majd újra jön hozzád, tehát ne légy ilyen szomorú. És ez volt a cicás jóslás, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, például, hogy tetszenek-e ezek a kártyák,
és meglátogathatsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról, de most vannak meglepetések is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!